Fűszál sem maradt a helyén ennek az autónak a beindításakor. Nem csak saját tuningolt járművüket mutatták be a 10. szolnoki tuning találkozó résztvevői, hanem egymással is ismerkedtek. Sőt, különféle kategóriákban versenyeztek is. Csak nem 500 autó vonult fel szombaton a Tiszaligetben. Szebbek, jobbak, hangosabbak, így jellemezte a szervező a tuning autókat. Belső, külső, sőt motortuning is van. Tehát vannak az optikai nyilván, akik külsőre mennek rá, nagy kerék ültetés, stb. A belső tér ugye az mindig egy kialakításra vár, hifi, stb. És ugye van a motor tuning, amikor a lóerők szaporodnak. A tulajdonosok nevezhettek Felni versenyre, zsűrizték a legszebb motorteret, belső teret, mérték a kipufogó hangnyomást, de volt autó hifi decibel mérés is. A szürke hétköznapokban szeretnének ezzel kitűnni, mondta az egyik versenyző. És valóban, simogatják, tisztogatják, folyamatosan fejlesztik járművüket. Ki a külcsínre, ki a belbecsre fordít többet, nem csak időt, hanem pénzt is. Ez az autó kapott egy légrugót, ami azt jelenti, hogy gomnyomásra emelhető, illetve süllyeszthető. Most jelenleg a maximum alacsonyan van. Kapott egy dekorfóliát a teklapjó voltából, illetve körbe lesz sötétítve. Originál 3 SDM kerekek vannak alatt, ami 20 col 245x30-as gumival. A találkozón veterán autókat is láthatott a közönség. Ezzel a 84-es kiránduló busszal bárhová el lehet menni nyaralni. Konyha és hálófülke is szolgálja a kényelmet. Különleges meghívottjai voltak a találkozónak. Ezek a járművek kuriózumnak számítanak. Nem a mi világunk teljesen a tuning találkozó, mi a régi eredeti járművek megőrzésébe, megmutatásába, restaurálásába vagyunk érdekeltek, veszünk részt, és szeretjük magunkat megmutatni jelen pillanatban, ezért jöttünk a tuning találkozóra. Az eseményen a rendőrség kressztesztekkel és baleset megelőzési játékokkal várta a felnőtteket és a gyerekeket is.